Jól kezdte a találkozót a kisvárdai csapat, a vendégek Gosztonyi révén már a 11. percben megszerezték a vezetést. Az első félidőből hátralévő időben nem nagyon forogtak veszélyben a kapuk, a szünet után viszont több lehetőség is adódott a kisvárda előtt. Ezekből viszont nem született gól, a Moson Magyaróvár azonban a 79. percben egy ellentámadásból betalált Iváncsis kapujába. Az egyenlítés után is volt helyzet a vendégcsapatnak, de mivel azt sem sikerült gólra váltani, mindkét együttes egy ponttal gazdagodott. Abszolút van hiányérzetünk. Én azt gondolom, hogy az ellenfélnek egy kaput eltaláló lövése volt, nagyon lehetőségük sem akadt. Ennek tükrében azt gondolom, hogy, hogy ott hagytunk két pontot. Hát a következő mesekkel koncentrálni, és ki lehet javítani a hibát. Az NB2-es tabella élén a Puskás Akadémia áll, 66 ponttal megelőzve az 59 pontos Kisvárdát. A Kisvárda szerdán 17 óra 30-kor a Siófokot fogadja a várkerti pályán. Egy nagyon nehéz, nehéz mérkőzés vár ránk, ugyanis a Siófok jó szériában van, egy szervezett csapatról van szó, aki jól védekezik, Ö, úgy gondolom, hogy nem lesz sok gól a mérkőzésen, de ö, mindenképp javítani szeretnénk a vasárnapi mérkőzés után. A forduló további párosítása a következő, Puskás Akadémia Nyíregyháza Spartakusz, Kozár Misleny, Balmazújváros, Budaörs, Cegléd, Sorokság, Rosics Akadémia, Szeged, Vác, Cigánd, Csákvár, Szolnok, Dorog, Sopron, Mosonmagyaróvár és Békés csabazal egerszeg